Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa. Csak nem tudok betelni, hogy milyen rendes újságírók is vannak, akik hajnalban azért fölkelnek, hogy a legfrissebbeket önök megkapják. Üdvözlöm önöket, Breuer Péter vagyok, és a Pirkadat a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Az örökké való jóvoltából 5783. Svátho 12. napján vagyunk, míg a polgári időszámítás szerint 2023. február 3 és péntek van. Gyorsan elhadarom, hogy maradjon idő a Scoopra, a hétvége legnagyobb híreire. 133 évvel ezelőtt született Kerner Imre, a magyar tipográfiai nyomdászat könyvművésze. Róla fogunk emlékezni napközben. És akkor nézzük a Magyar Nemzeti Bank közleményét. Az euró középárfolyama 3,86,23, míg az amerikai dollár 3,54,66, és az angol font 4,33,06. A várható időjárás mínusz 2 és 5 plusz Celsius fok között várható. Elképzelhető néhol havas eső, nehéz reggel beszélni, csúszkálás, úgyhogy a szépkorúak és a fiatalok, a picik olyan cipőket vegyenek föl, amiben biztos a járás. Vigyenek oda folyadékháztartásukra, most nyissák ki az ablakot, gyorsan kényelembe helyezik magukat, és már is hallgatják a beszélgetést Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával. Jó reggelt kívánok, Péter, és köszöntöm a nézőket is. Szép jó reggelt még egyszer. Hát a mai nap sem Csuha Ildikó nélkül kezdődik, hisz ön megint utána járt valaminek, megint rákérdezett, és utána rákérdezett. Mi a mai nap híre? Igazából, ha arra gondol Péter, hogy tegnap voltam Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján, az egyiptomi fejlesztési miniszterrel tartott egy sajtótájékoztatót, de ugye, mint külgazdasági és külügyminiszter, lehetőségünk van a kormányinfón kérdezni a kormány tagjait, vagy ha a miniszterek adott esetben sajtótájékoztatót tartanak, és meghívást is kapunk, és ilyenkor természetesen kihasználom én is a lehetőséget, hogy az aktuális kérdésekre rákérdezzek. De ha jól tudom, akkor nem a vonatok mennyisége érdekelte éppen. Nem a vagonok, nem, tehát nem a egyiptomi magyar gazdasági kapcsolatok, arról is érdekes statisztikát közölt a miniszter úr, illetve a egyiptomi miniszterasszony, de igazából az érdekelt, hogy a Politikóban megjelent egy elemzői írás, mégpedig a magyar hozzáállásról, viszonyról az orosz-ukrán háborúhoz, és ebben az írásban megkérdezték az amerikai budapesti nagykövetet, David Pressmant is, aki küldött egy nyilatkozatot, és amit ugye sokan mondanak Nyugat-Európában, az ukránok is nagyon élesen, és az amerikai nagykövet azt tette szóvá, hogy a magyar kormány tagjai rendszeresen, gyakran beszélnek a béke előmozdításáról, ugyanakkor, és ezt az amerikai nagykövet egy írásos nyilatkozatot küldött a Politikónak, tehát egyértelműek voltak a szavai, hogy ezekben az esetekben például a uniós szankciók elutasításával, vagy az orosz tűzszüneti javaslatnak a támogatásával a Putyin által támogatott javaslatokat hangoztatják a magyar kormány tagjai ilyenkor, és erre kértem egy reakciót, és ugye korábban már napvilágot látott az a hír, hogy ugye az uniós szankciók sorában most már a 9-nél tartunk, és sok esetben van orosz oligarchákkal, személyekkel szemben vízumtilalmi vagy vagyonbefagyasztási szankció, fölkerülnek a listára, és a magyar kormány, biztos emlékszik Péter is, 9 orosz oligarcha esetében javasolta, pontosabban azt kötötte ki, hogy vegyék le ezekről a listáról. Főleg egy egyházi személy, volt az első. Egyházi személyeket azért próbáljuk megkímélni, tehát lehet, hogy vannak negatív oldalai, de azok mégis a nép vezérei. Az egy korábbi szankciónál volt, és ott az utolsó pillanatban támasztotta ezt a feltételt a magyar kormány, de elfogadták. Tehát David Pressman ezt tette szóvá, és egy Twitter bejegyzést is írt már arról, hogy mégis hogyan védi Magyarország érdekeit.
hogyha orosz oligarchákat véd a magyar kormány, és Szijjártó Péter eléggé keményen reagált, üzent David Pressmannak, az amerikai nagykövetnek, de minden nagykövetnek, hogy teljesen, azt fogalmazta meg, hogy teljesen érdektelen, hogy mit mond, és hogy egyetlen nagykövetnek sincs köze, de nem is a dolga, hogy a magyar belügyekbe beleavatkozzon. Erre reagált a Twitteren David Pressman azzal, hogy tisztelettel az, ha Oroszország átrajzolni készül, vagy éppen átrajzolja Európa határait, az miért magyar belügy. Tehát van előzménye ennek. Korábban egy MCC eseményen, úgy emlékszem, hogy az esztergomi MCC fesztiválon Szijjártó Péter elég határozottan megfogalmazta, hogy nagyköveteket fogad Magyarország, és nem helytartókat, de a kérdés, hogy a magyar kormány hogyan viszonyul a fegyverszállításhoz, az ukrán-orosz háborúhoz, vagy én még inkább orosz-ukrán háborúhoz, hiszen Oroszország az agresszor, ez ugye számos kritikus cikket, megszólalást váltott már ki. Na most ön rákérdezett, gondolom, az amerikai nagykövetnél, hogy akkor mi a véleménye? Nem, az amerikai nagykövet reagált erre magától, erre a Szijjártó Péter miniszter úr által tett nyilatkozatra. Értem. Ezzel reagált, hogy, mert Szijjártó Péter több tiszteletet kért Magyarországnak, és erre reagálta azt, hogy tisztelettel az miért magyar belügy, ha Oroszország éppen átrajzolja a határokat. Tehát ő nyilván a nagykövet, én nem szeretném interpretálgatni a szavait, de hát azt tette egyértelművé, hogy a háború az nem magyar belügy, nem meg magyar az ahhoz belügy. Való viszonyulás sem a NATO keresztül. Hasonló twitterezés folyt Jair Lapid, Izrael miniszterelnöke, egy Izraelben megjelent újságcikkre reagált, amit Orbán Balázson innét úgy szintén elolvasott és reagált rá. Láttam, igen, ott gazdasági mutatókat sorolt az ellenzék Izrael. Így van, de hát közben azért a dolgok rendeződnek, mert hazánk miniszterelnök helyettese a Kármelitában fönt fogadta Izrael miniszterelnök helyettesét, éppen most szabadságon átmenetileg nem tölti be, mert a felsőbíróság fölfüggesztette, de itt volt, és a két ország között a kapcsolatok nagyon jók, és egy válasz cikkében azt is írta, hogy és amennyiben Izrael szeretné úgy Magyarország hajlandó Tel Avivból Jeruzsálembe költöztetni a nagykövetségét. Pontosabban ugye egy interjúban mondta ezt Orbán Balázs. Egy olyan újságírónak, aki az MCC-n megjelent. Egy nagy interjúban mondta ezt, hogy nem is, én úgy emlékszem, hogy úgy fogalmazott, nyilván angol nyelven folyt ez a beszélgetés, feltételezem, úgy én legalábbis a Neokonon láttam ennek az interjúnak a szövegét, úgy fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs, hogy megfontolja Magyarország a nagykövetség Jeruzsálembe költöztetését. Ugye van ennek előzménye, Donald Trump bejelentette, úgy emlékszem 2020-ban, hogy Jeruzsálemet ismerik el, és talán Csehország és Lengyelország is tettek ilyen nyilatkozatot, vagy hasonló nyilatkozatot. Péter az expertje ennek a kérdésnek, nyilván ez... Tegnap mielőtt Benjamin Netanyahu Izrael miniszterelnöke elutazott Macron elnökhez, ahol a hétvégét tölti feleségével, felavatták Csád új jeruzsálemi nagykövetségét, tehát egyre többen érkeznek. Hát Honduras, Paraguay, tehát a dél-amerikai országok is. Mi történik Ildikóval? Mit sikerült még a héten megtudni a hosszú téli szünet után? Elemzőkkel beszélgettem arról, Péter. Nagy turbulenciát váltott ki, hogy az MCC média konferenciája után a miniszterelnök fogadta a Karmelitában kötetlen beszélgetésre az ott megszólaló külföldi nyugat-európai-amerikai újságírókat, és ők aztán a
beszélgetésről, megjelentettek cikkeket a saját orgánumaikban, felületeiken, és ugye nagy vihart váltott ki, hogy például az első ilyen cikkben Rodrier azt írja, hogy arra a kérdésre, hogy az Unióba kell-e maradni a Magyarországnak, a miniszterelnök határozott nemmel válaszolt, aztán ezt pontosították, több verzió megjelent, hogy ironizált, mosolygott, viccelt, és azt mondta, hogy személyesen számára fájdalmas az uniós tagságunk, de ezen túlmenően ugye már számos találgatás megjelent, hogy a Huxitot akarta belengetni a magyar miniszterelnök, ez valami fajta zsarolás lehet, hogy az uniós forrásokat kapjuk meg. Tehát, ja, és a legfrissebb, ami az Osztrák Expressben jelent meg, ott pedig a miniszterelnök arról beszélt, hogy az európai politikai rendszer még ebben az évtizedben összeomlik, és akkor az európai konzervatívoknak egy vezetőre lesz szükségük, egy zászlóhordozóra. Mindenki azt a kérdést teszi föl. Én is feltettem tegnap Szijjártó miniszter úrnak, hogy magára utalt-e Orbán Viktor, mint egy új vezetőre, vagy zászlóhordozóra. De hát erre a kérdésre az a válasz, hogy nem tudjuk. Ő egy markáns alternatívát jelent a föderalista Európát szeret. Igen, parancsolj. Az osztrák újságírók se pihengettek. Ők egy nagyon érdekes interjút közöltek igazságminiszter asszonnyal, aki elmondta, hogy az az oka, hogy nem megy bizonyos orgánumoknak interjút adni, mert csak a teste felépítése, a gyereke és a családi belügyei után érdeklődnek, de akit nem ez érdekel, azokhoz boldogan elmegy, úgyhogy mi már be is nyújtottuk a kérelmünket, hogy szeretettel várjuk, bízom benne, hogy meg is érkezik. Azt gondolom, hogy elég sokan szeretnének ma a Varga Judit miniszterasszonnyal interjút. Én bízom benne, hogy minek utána megírtuk a levelünket, majd telefonon is rátelefonálok, hogy még mindig szeretettel várjuk, és én bízom benne, hogy itt lesz, önt is értesítsük, mert erre a sztár interjúra azt hiszem, hogy ez csak úgy lehet komplet. Nyilván én is nézni fogom akkor a heti tévét, nem, ha Varga Judit miniszterasszony. Nem, ennél sokkal érdekesebb, eljön, és mint társkérdező pulba csináljuk meg, mert ön tud érdekes. Nekem ez újdonság, Péter, én csak olyan most szereplést... Most nagyon kedves, csak olyan szereplést vállalhatok, amit az ATV vezetése engedélyez, de meglátjuk. Köszönöm. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és visszavárjuk mielőbb. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Csuha Ildikot látták, az ATV-n főmunkatársát, és ha követik munkásságát, akkor mindjárt tudják, hogy a másnapi lapokban mi fog megjelenni, hisz Ildikó megy, kérdez, és senki nem meri megtenni, hogy ne a lényegre válaszoljon. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, Péter. Előzetesek, és jövünk vissza.